Egy ember meghalt az Észak-ír Londonderryben csütörtök este kitört zavargásokban. A 29 éves újságírónőt akkor lőtték le, amikor a rendőrség házkutatást tartott a város egyik negyedében. A rendőröket molotov koktélokkal és egyéb fegyverekkel támadták meg. Az esetet terrorcselekményként kezelik, mondta az Észak-ír rendőrfőnök helyettes. Sajnos este 11 órakor egy fegyveres férfi tüzet nyitott a rendőrökre. A 29 éves Lyra McKee megsebesült. Az egyik rendőrautóban szállítottuk kórházba, ahol sajnos már nem tudták megmenteni. Terrortámadásként kezeljük az ügyet, úgy véljük, erőszakos köztársaságpártiak hajtották végre. Feltételezzük, hogy az új IRA állhat mögötte, mondta Mark Hamilton. A brit kormányt kívülről támogató Észak-ír unionista párt vezetője üzenetében azt hangsúlyozta, senki nem akar visszatérni a 70-es, 80-as, 90-es évek fegyveres konfliktusaihoz. A másik nagy párt, a történelmileg az IRA-hoz közel álló Sinn Féin második embere, Michelle O'Neill a közösség és a nagypénteki béke megállapodás elleni támadásnak nevezte a történteket. A húsvéti időszak általában feszült Észak-Írországban, mert az Egyesült Királyság 1916-ban ekkor verte le az elszakadásért harcolók felkelését.